Elhunyt Moldova György, a Kossuth díjas író, 1934. március 12-én született Budapesten. A Szent László gimnáziumban érettségizett, majd a színház és filmművészeti főiskola dramaturg szakára járt. Diplomáját csak 1986-ban vehette át. 1957-ben letett államvizsgája után, ugyanis diplomamunkaként a Rajkperről írt drámát. Első könyve az idegen bajnok 1963-ban jelent meg, és nyomban a közönség kedvencévé tette. József Attila és Kossuth is ismerték el munkásságát. Később megkapta a Prima Primissima díjat, a Szod a Nagy Lajos díjat, a Mecénás díjat, a Karinti, Karinti Gyűrűt, az Emeszos díjat és a Tiszteletbeli Vasutasnak járó aranysípot. Moldova György 89 éves volt.